Holnap, azaz június 18-án kezdődik az első igazán nagy zenei fesztivál, mármint az idei nyár első nagy zenei fesztiválja, a Mi Velencénk nevezetű fesztivál. A főszervező Várkonyi Attila, tök meglepő számomra, hogy egy DJ Dominik Várkonyi Attila a főszervezője a fesztiválnak. Szia, mesélj nekünk róla egy kicsit. Hát szervusz, üdvözlöm a nézőket. Az az igazság, hogy nagyon régen dédelgetett álmom ez a fesztivál. Én azt gondolom, hogy a magyar zene elég jó és elég népszerű Magyarországon. Nagyon sokan szokták így fikázni, hogy ilyen fiatalosan mondjam, pestiesen, de én azt gondolom, hogy tényleg hihetetlen jó produkciók vannak, és az én hitem az volt, mikor elkezdtük szervezni ezt a fesztivált, hogy a magyar zenére, magyar előadókra, magyar DJ-kre be fognak jönni az emberek, és egyelőre úgy tűnik, hogy a előzetes érdeklés alapján igazam volt. Mert hogy gondolom, elég sokan váltottak jegyet. Így van, nagyon sokan megvették elővételben, rengeteg az érdeklődés, nem győzik felvenni a infóvonalakat a kollégáim, hogy nagy az érdeklődés. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy az érthető, hiszen holnap Ákossal kezdünk, sőt Radics Gigivel kezdünk, és utána jön Ákos nagy koncertje, a legnagyobb technikával, ami létezik Magyarországon. Óriási színpaddal, óriási kivetítővel, hihetetlen fény, hang, láng, amit csak el tudtok képzelni, minden lesz. És ha azt mondom, hogy Neoton együttes, TNT, Gyuri bácsék, Majka Curtis. Hát Korda Gyuri bácsi tudja a legjobb bulit csinálni Klárikával, főleg miután erre kicsikét le kell kísérni a színpadról, mert már hát Klárikám az egy segítség már, légy szíves, hogy imádom Korda Gyuri bácsit, nagyon. És hát a régi generáció, vagy a tapasztalt generáció, hogy ne sértsek meg senkit, ők is meghívást kaptak, és ott vannak a fiatalok, a Children of Distance, a Well Hello, a Biebers, és a teljes DJ mezőny, tehát Tommy Boy, Bárány, Sterbinski, New Week, DJM, tehát tényleg a legnagyobb lemezlovasok. Mondhatni, hogy nagy fesztiválok közé tartoztok? Ugye ez az első év, már beugrotok ebbe a közegbe? Én inkább azt szeretném, hogy emberi léptékű fesztiválok közé tartozunk. Aha. Ez egy elérhető áru fesztivál, és én remélem, hogy a felhozattal és a hangulat lesz az, ami rányomja majd a bélyegét. Szombati napon ingyenes, tehát a szombat az teljesen ingyenes, aztán. Már reggel 10 órától, és ott egy kolorán futással indítunk, ami azt jelenti, hogy színes porokkal összeszórjuk az embereket, és 5 kilométert kell lefutni. Itt Alma együttes fog a gyerekeknek fellépni. Szoktam mondani, hogy A-tól Z-ig, mert Almától Zoltán Erikáig azon a napon mindenki meghívást kapott, aki csak él és mozog a földön. És hát de szó szerint mozog, mert még futni is fognak lehet. Bizony, és van strandröplabda és kispályás futball, tényleg hihetetlen nagy. Ez mind a fesztivál területén így belül van, mind a gondolom a futás azért futás, nem. Futás nem, az ki megy a fesztiválból, de ott is a Mary Pop Kids zenére indulnak a csapatok, és hát egy egész napos jamboree, és aztán este nagy koncertek, éjszaka pedig DJ programok, úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy egy egyedülálló dolog, hogy mitől egyedi ez, egyrészt az, hogy tényleg csak magyar előadókban és magyar DJ-kben gondolkodunk, ez az egyik, amitől egyedi, a másik a léptékét tekintve, tehát nem túl nagy, nem túl kicsi, a harmadik maga a Velencei tó, hiszen egy gondolom gyönyör... be lehet menni a tóba is. Abszolút, egy gyönyör, megfelelő körülmények között, tehát éjszaka nem. Az is az ő érdekükben van, mert ez egy veszélyes üzem azért. Persze. Főleg, ha valaki egy sörnél többet megiszik, biztos lesz ilyen is. Igen, igen. Úgyhogy jobb, ha itt nem történik semmi, de egyébként napközben igen, be lehet menni, abszolút. És hát csak bulizni kell jönni, és jól kell érezni magukat. Na de a bulin kívül azért a fesztiválokon fontos az is, hogy ilyen közösségi programok is szoktak lenni, és hogy ilyenek is lesznek a Mi Velencénk nevezetű fesztiválon? Abszolút, rengeteg csoportot meghívtunk, például helyi kézművesek bemutatkoznak például, aztán minden fogyatékos ember ingyen látogathatja a fesztivált, a minden fogyatékos kísérője is kedvezményt kap, aztán a helyi lakosok 30% kedvezményt kapnak, ott lesz a Legyen más a szenvedélyed, drogprevenciós program is. Tehát tényleg sok apró betét programmal próbáljuk színesebbé tenni, de azt hiszem, hogy igazán arról szól, hogy érezze magát mindenki jól, ismerkedjenek egymással az emberek, és élvezzék a szerintem jó magyar zenét. Még egyszer, hol és mikor található meg a fesztivál? Mindez Velencén, 18-ától 20-áig, az északi strandon, a velencei északi strandon, és várunk minden kedves bulizni vágyót. Én törött kézzel is ott vagyok. Azt az egyébként említsd meg, hogy miért tört el a kezed? Hát az történt, hogy egy erősebb mozdulatnál, húzockodásnál leszakadt a bicepszem, és vitt magával egy kis csontot is, úgyhogy meg akarták tegnap éjjel műteni, de miután fesztivál van, hétfőre toltuk a műtétet. Hát tényleg várok mindenkit, ez nem befolyásol semmit. Ja, öt csillagos ettől, lesz, mármint a fesztivál. Te is fogsz zenélni végül? Így van, mind a három napon. Még törött kézzel is. Nagyon jó, ha már igen, tehát már ezért is érdemes elmenni, hogy lássátok DJ Dominikot törött kézzel lemezlovaskodni. Ott leszek, szervusztok. Várunk benneteket.